igazán régen ültem Octavia RS-ben, és azt gondolom, hogy a Skodának ez egy meghatározó modellje, ugye amikor az első Octaviából megcsinálták az RS modellt, a modernkori Octaviából, akkor az egy nagyon híres versenyautó lett, hiszen többek között WRC kategóriai autót is gyártottak belőle, és a gyári Skoda csapat ezzel az autóval szállt vissza a modernkori autóversenyzésbe. Aztán jött a második általunk is már megismert verzió, ez pedig már a harmadik. A másodikban ugye megjelent már a dízelmotor is, megjelent a turbós benzinmotor, és most megint ott tartunk, hogy egy 2 literes DFS-i motoron ülhetek, DSG váltóval, a maga 220 lóerejével. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy Golf GT-n ülök, mindössze azért más egy kicsit ez az autó, mert házon belül a Volkswagen csoport nem szeretne magának igazán konkurenciát, holott, és itt azt gondolom, hogy tolmácsolom az egész Garázs TV szerkesztőségének nézeteit, hangulatát és véleményét. Mi igenis jobban szeretjük ezt az autót, mint a Golf GT-t, minden szempontból egy jobban lehet benne elférni. Kettő, annyival pont lágyabb a futóműve, mint a Golf GT-nek, hogy a városi, rendkívül kellemetlen budapesti utakra sokkal alkalmasabb, mint ahogy érzik néha, ha átmegyek valami, még mindig ez is azért eléggé sprőd és eléggé üt, de hát a Golf GT, hát abban mondjuk vállalhatatlanul nem lehet közlekedni a városba. Amit egyesek a szerkesztőségben szeretnek, mások nem, én a szeretek kategória mellett vagyok, az a DSG váltó ebben az autóban, amely igazán gyorsan vált, ugye nagyon régóta ismerjük és nagyon szeretjük is, ráadásul fülekkel kapcsolható a váltó, hogyha kézi állásba kapcsoljuk innen a kormány mögül, valamint lent is tudjuk tologatni. Igazándiból ugye tudjuk, hogy csak parancsot adunk neki, ez nem igazi szekvenciális váltó, hanem csak egy ilyen fokozatkiválasztós, és gyakorlatilag dupla kuplungos a rendszer, tehát előkészíti már a következő fokozat bekapcsolását, azért tudja ennyire gyorsan megejteni a váltási időket, amennyire gyorsan megejti, hiszen majd amikor mindjárt elindulok egy picivel gyorsabban, akkor hallani fogják a hangjából az autónak, hogy ez volt egy váltási idő, tehát gyakorlatilag tized másodperc alatt vált a kocsi. Nagyon kényelmes az autó, nagyon sok hely van benne, öten kényelmesen utazhatunk benne hosszú távon is. 560 literes a csomagtere, itt is egyébként egy emelkedés látható, hiszen 530 volt a kettes modell változatnak, az előző modellnek a csomagtartója. Kívülről én azt gondolom, hogy igazán meghatározó, igazán markáns és nagyon formás a kinézete magának a Skoda Octavia RS-nek. Én azt hiszem, hogy az utcán is csak olyan visszajelzéseket kaptam, hogy mindenki nagyon-nagyon nézte, mindenki érdeklődött utána. És amikor megtudták az árát, akkor az is kiderült, hogy bármennyire is sok pénzről beszélünk, alapvetően konkurenciához és egyéb jelenleg vásárolható autóhoz képest egy igazán jó árképzéssel rendelkezik a Skoda Octavia RS, hiszen nem egész 8 millió forintért lehet ezt az autót így megvásárolni, ahogy ülök benne, 7,8 egész pontosan a teljes lista ára. Ami, ha végig gondoljuk a piacot, akkor igazándiból egyetlen egy konkurens modellel rendelkezik. Egyedül egy Megane kombi, maga szintén 220 lóerős benzinmotorjával az, ami versenyképesebb, hiszen az 1 millió forinttal olcsóbb, az 6,9 millió forint ebben a felszereltségben, ebben a változatban, hiszen azért ezek a fajta sportmodellek már annyira a paletta csúcsát képviselik, hogy nem is tehetik meg a gyártó, hogy bármilyen szinten, bármilyen kényelmi, biztonsági vagy egyéb olyan fontos felszereltséget kihagyjanak belőle, ami a mai modern autózásban jelentkezik. Zanzásítva az egészet, imádjuk ezt az autót, nagyon jó áron van, és én azt gondolom, hogy egy olyan családnak, ahol az apukának, vagy nehogy Isten az anyukának van némi sportos beállítottsága vérében, és néha, amikor egyedül van, esetleg szeret egy kicsivel komolyabban közlekedni, akkor itt erre megvan a lehetőség, megnyomja a gombot, kiválasztja a sportmódot, és onnantól szabad a pálya. És ha esetleg utána szeretnénk a gyermekülésbe a gyermekünket belehelyezni, akkor csak visszakapcsoljuk komfortmódba, és az autó egy teljesen használható utcai 2 literes turbóvá alakul, amelynek egyébként olyankor, ha nem sportmódban használjuk, még a fogyasztása is elfogadható, hiszen 7-8 literrel is el lehet járni, természetesen a mi lábunk mellett ez az érték azért felcsúszik 10-12 literre is. Szintén 220 lóerős benzinmotorjával az, ami versenyképesebb, hiszen az 1 millió forinttal olcsóbb, az 6,9 millió forint ebben a felszereltségben, ebben a változatban, hiszen azért ezek a fajta sportmodellek már annyira a paletta csúcsát képviselik, hogy nem is tehetik meg a gyártó, hogy bármilyen szinten, bármilyen kényelmi, biztonsági vagy egyéb olyan fontos felszereltséget kihagyjanak belőle, ami a mai modern autózásban jelentkezik. Zanzásítva az egészet, imádjuk ezt az autót,
nagyon jó áron van, és én azt gondolom, hogy egy olyan családnak, ahol az apukának, vagy nehogy Isten az anyukának van némi sportos beállítottsága vérében, és néha, amikor egyedül van, esetleg szeret egy kicsivel komolyabban közlekedni, akkor itt erre megvan a lehetőség, megnyomja a gombot. 60 literes a csomagtere, itt is egyébként egy emelkedés látható, hiszen 530 volt a kettes modell változatnak, az előző modellnek a csomagtartója. Kívülről én azt gondolom, hogy igazán meghatározó, igazán markáns és nagyon formás a kinézete magának a Skoda Octavia RS-nek. Én azt hiszem, hogy az utcán is csak olyan visszajelzéseket kaptam, hogy mindenki nagyon-nagyon nézte, mindenki érdeklődött utána. És amikor megtudták az árát, akkor az is kiderült, hogy bármennyire is sok pénzről beszélünk, alapvetően konkurenciához és egyéb jelenleg vásárolható autóhoz képest egy igazán jó árképzéssel rendelkezik a Skoda Octavia RS, hiszen nem egész 8 millió forintért lehet ezt az autót így megvásárolni, ahogy ülök benne, 7,8 egész pontosan a teljes lista ára. Ami, ha végig gondoljuk a piacot, akkor igazándiból egyetlen egy konkurens modellel rendelkezik. Egyedül egy Megane kombi, mindössze azért más egy kicsit ez az autó, mert házon belül a Volkswagen csoport nem szeretne magának igazán konkurenciát, holott, és itt azt gondolom, hogy tolmácsolom az egész Garázs TV szerkesztőségének nézeteit, hangulatát és véleményét. Mi igenis jobban szeretjük ezt az autót, mint a Golf GTI-t, minden szempontból egy jobban lehet benne elférni. Kettő, annyival pont lágyabb a futóműve, mint a Golf GTI-nek, hogy a városi, rendkívül kellemetlen budapesti utakra sokkal alkalmasabb, mint ahogy érzik néha, ha átmegyek valami, még mindig ez is azért eléggé sprőd és eléggé üt, de hát a Golf GTI, hát abban mondjuk vállalhatatlanul nem lehet közlekedni a városba. Amit egyesek a szerkesztőségben szeretnek, mások nem, én a szeretek kategória mellett vagyok, az a... Igazán régen ültem Octavia RS-ben, és azt gondolom, hogy a Skodának ez egy meghatározó modellje, ugye amikor az első Octaviából megcsinálták az RS modellt, a modernkori Octaviából, akkor az egy nagyon híres versenyautó lett, hiszen többek között WRC kategóriájú autót is gyártottak belőle, és a gyári Skoda csapat ezzel az autóval szállt vissza a modernkori autóversenyzésbe. Aztán jött a második általunk is már megismert verzió, ez pedig már a harmadik. A másodikban ugye megjelent már a dízelmotor is, megjelent a turbós benzinmotor, és most megint ott tartunk, hogy egy 2 literes DFS-i motoron ülhetek, DSG váltóval, a maga 220 lóerejével. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy Golf GTI-n ülök, DSG váltó ebben az autóban, amely igazán gyorsan vált, ugye nagyon régóta ismerjük és nagyon szeretjük is, ráadásul fülekkel kapcsolható a váltó, hogyha kézi állásba kapcsoljuk innen a kormány mögül, valamint lent is tudjuk tologatni. Igazándiból ugye tudjuk, hogy csak parancsot adunk neki, ez nem igazi szekvenciális váltó, hanem csak egy ilyen fokozatkiválasztós, és gyakorlatilag dupla kuplungos a rendszer, tehát előkészíti már a következő fokozat bekapcsolását, azért tudja ennyire gyorsan megejteni a váltási időket, amennyire gyorsan megejti, hiszen majd amikor mindjárt elindulok egy picivel gyorsabban, akkor hallani fogják a hangjából az autónak, hogy ez volt egy váltási idő, tehát gyakorlatilag tized másodperc alatt vált a kocsi. Nagyon kényelmes az autó, nagyon sok hely van benne, öten kényelmesen utazhatunk benne hosszú távon is. 500